épületeink ruhája a hőszigetelő anyag. A kőgyapot vagy kőzetgyapot a tapolcai medencét koronázó hegyek alapanyagából, a bazaltból készül. A kőzetet 1400-1600 Celsius fokon megolvasztják, és centrifugálással szálat képeznek belőle. A könnyűbeton és szigetelőanyagipar gyáraiban a bazaltot kupolókemencében olvasztják, forgótárcsákon szálat képeznek, a szálakat műgyanta kötőanyaggal ülepítik, ebből lemezek, idomok gyárthatók. A leggyakrabban használt építőipari hőszigetelő termék a kőzetgyapott lemez, amely készülhet alufólia, üvegszövet vagy papír kasírozással is. A gyártás után 1/4 köbméteres egységekbe zsugorfóliával csomagolják, és Izolit márka néven kerül forgalomba. Kötőanyag nélkül ömlesztett zsákolt állapotban is forgalmazzák meleg technológiai hőszigetelési célokra vagy tovább feldolgozásra. Az alufóliára vagy dróthálóra tűzött kőzetgyapott paplan termékek is meleg technológiai hőszigetelési célokra készülnek. Polietilén fóliába part paplan viszont a könnyű szerkezetek, mezőgazdasági építmények szigetelő anyaga. Lépésálló tulajdonságú az izopanel, amelyet két oldalról bitumenes lemezzel borítanak. A lépésállóságot a terhelés irányába rendezett szálak adják. Az 1 négyzetméteres méretű táblákkal a tetőfödémek szigetelhetők teherelosztó réteg nélkül. A lamellázott kőzetgyapott filc alufóliával vagy bitumenes lemezzel készül. A hőszigetelő csőhéjak gyártásához is műgyantát forlasztanak ülepítés során a szálakra. Kőzetgyapott tekercsekből automata gépek gyártják a csőhéjakat, amelyeket méret pontosítanak, alufóliával kasíroznak, hosszában felvágnak.
A kőzet gyapotot üveg vagy fémhúzal hálóval szövi körbe a zsinórgyártógép. Az izolit kőzetgyapot legnagyobb felhasználási területe az építészeti hőszigetelés. Sok családi ház ma már tetőtérbeépítéssel készül. A tetőtér hőszigeteléséhez a kőzetgyapot az ideális anyag. Kártékony rovarok, rágcsálók nem kedvelik, éghetetlen. Járható padlások hőszigetelése során betonozással teherelosztó járófelület kialakítása szükséges. A tetőtér beépítés felső vízszintes részéről a gerenda közt alacsony testsűrűségű izolit lemezzel töltik ki. Könnyű oldalfalak, a tetőhéjalás alatti részek is kőzetgyapottal készülnek. Héjalás alatt kasírozás szükséges. Nagy tetőfedületek gyors, korszerű hőszigetelése izopanellel készíthető. A pározáró rétegre bitumennel rögzítik a terméket. Az izopanelre a vízszigetelő réteg közvetlenül ragasztható. Budapesti új sportcsarnok tetőfelületét kőzetgyapot lemezzel hőszigetelték. A tervezés során kihasználták a termék kis súlyából adódó előnyöket is. Klaszp könnyű szerkezetes rendszer egyik bázis anyaga a kőzetgyapot. Az acéltrapéz födémre párazáró réteget ragasztanak, majd az izopanel hőszigetelés következik. A szerkezetet bitumenes vízszigeteléssel zárják. Oldalfalak hőszigetelése alufóliával kasírozott izolit lemez. A lemezeket ragasztással rögzítik, és ezután helyezik el a belső borítást. Ezzel a módszerrel készülnek a könnyű szerkezetes iskolák, óvodák és egyéb kommunális épületek. Régi épületek utólagos hőszigetelése is megoldható izolit termékkel. A hőszigetelés és a védőborítás között légrés van.
ütetlen terek feletti födémet is lehet kőzetgyapottal hőszigetelni. További felhasználási területet jelent nyaralók, hétvégi házak, felvonulási épületek izolit lemez hőszigetelése. Ugyancsak kőzetgyapotot használnak a mezőgazdasági épületeknél, például a Bábolnai Állami Gazdaságnál, valamint az Agrokomplex vállalatnál. Másik nagy felhasználási terület a meleg technológiai hőszigetelés. Erre a célra a lamellázott filc, a csőhéj, alufóliás és dróthálós paplan, esetleg kézi tömésű madrac, valamint a hőszigetelő zsinór szolgál. Nagyobb átmérőjű csővezetékeket, klímacsatornákat lamellázott filccel célszerű hőszigetelni. Kisebb, azonos cső átmérők esetén, különösen hosszabb csőszakaszokhoz a hőszigetelő csőhéj javasolható, amelynek szerelése egyszerű és gyors. Ívekhez, változó csőméretekhez és nagy felületekhez dróthálós alufóliás paplan a legmegfelelőbb. Gyakran használják még a kőzetgyapott zsinort is. Igazi felhasználási területe a szerelvények hőszigetelése. Ezekre a termékekre minden nagyobb létesítménynél szükség van, de mind gyakrabban találkozunk velük lakóépületeink fűtővezetékein is. Az akusztikai szigetelés a harmadik fő felhasználási cél. Kőzetgyapotot használnak válaszfalak hanggátló betét anyagaként, zajelnyelésre, kopogó hanggátlásra. A középület építő vállalat által kifejlesztett válaszfal szerkezeteket elterjedten alkalmazzák. Szikra lapnyomdában hangelnyelő burkolatot építettek be. A betétanyag szintén kőzetgyapott. Zajos üzemekben a zajszint csökkenthető hangelnyelő idomok befüggesztésével, burkolatok alkalmazásával. Épületeink ruhája a hőszigetelő anyag, és a hőszigetelés nem képzelhető el kőzetgyapot nélkül.